Már javában tart a felkészülés a 2024-25-ös Vármegyei első osztályú bajnokságra. A kiskörösi LC gárdája augusztus 14-én felkészülési mérkőzés keretein belül fogadta az újonnan feljutott Solti FC csapatát. Ezen a szerda napon le tudtuk játszani ezt a edzőmérkőzést. Elég vegyes a kép, mivel kevés meccset tudtunk játszani, tehát nem tudtunk annyi meccset játszani, amit szerettem volna. És azáltal még nincs kész teljesen a csapat, pedig most már lassan itt lesz a bajnoki rajt. A két csapat egy jó iramú mérkőzést játszott egymás ellen, mely gólokban gazdag volt. Benne volt minden, ugyanez volt az akaszt elleni két mérkőzés, két megy egyes csapat összecsap, nincs ebben semmi gond. Az NBA-sok is játszanak egymással, vagy olyanok, és olyan szintűvel. Tehát ebben lehet előlépni, és efelé próbálunk meg elmenni. Maga a felkészülés, az első két-három hét az igen jó alakult, de amikor jöttek az edzőmeccsek, akkor nem úgy alakult, mint ahogy szeretik volna, pont ezért, mert elmaradtak az edzőmeccsek. A kiskörösi gólszerzők Mihálovic Zalán, Petrovics Kevin és Szedmák Roland volt, aki már az elmúlt felkészülési mérkőzéseken 6 gólt szerzett. Így a találkozó 3-3-as döntetlennel zárult. Nagyjából körvonalózik az a csapat, aki játszani fog, és az a felállás. Reméljük, hogy ezt most ebbe a pár napban meg tudjuk oldani, és fel tudunk úgy készülni, hogy maximálisan készek leszünk a bajnoki rajtra. A kiskörösi LC csapata a bajnokságot a Kecel FC gárdája ellen kezdi meg augusztus 25-én idegenben, de előtte a fiúkra vár még egy felkészülési találkozó.